Egy szekularizált államban a vallás az mindenkinek a magánügye. Tehát az, hogy ki milyen mohamedán, buddhista, keresztény, az az ő dolga. Az erkölcsök is magánügy, nem mellékesen nyilván a közösség az alapján ítél meg egy politikust, hogy milyen erkölcsei vannak, nagyon helyesen egyébként, mert a lopás az is egy erkölcsi kérdés alapvetően nagyon sok mindenben, de a köztörvényes bűnözés alól nyilvánvalóan semmilyen felmentés nincs. A gyűlöletbeszéd és az egyéb törvények alól semmilyen felmentés nincs. Semmilyen vallás nem kaphat felmentést. Az iszlám például azért nagyon izgalmas és nagyon kényes téma Európában, Nyugat-Európában is. Én azokkal értek egyet, akik az iszlám esetében sem engedik és tolerálják meg a gyűlölet beszédet vagy az erőszakra való fölbújtást. Ahogy nem tűrjük azt, hogy a cigány testvéreinket, bárki a bőrszínük, a származásuk miatt megvesse, gyűlölje, háttérbe szorítsa, emiatt ne boldogulhassanak az életben, ugyanúgy nem tűrjük azt, hogy például mohamedán vallású emberek például a hölgyeknek a csonkítását végezzék el, vagy nagyon sok más olyan praxist mondhatnék, gyakorlatot, bocsánat, mondhatnék, ami akár a hindu, akár a mohamedán, akár más keresztény közösségekben is előfordulnak nyilvánvalóan. Például ez az honor killing, nincsen igazán magyarul neve, de ugye becsületből való gyilkosság. Tehát, hogyha Indiában vagy más kultúrákban úgy érzi egy édesapa, hogy a lánya becsületén csorba esett, akkor egyszerűen megöli a lányát. Na hát nyilvánvaló, ezt nem fogjuk elfogadni, mint vallási szabadságot. Ez szigorúan ütközik. Nem csak az erkölcseinkkel, nem csak a kereszténységgel, hanem a törvényel, a köznyugalommal. És abszolút nem számít ebből a szempontból, hogy ki keresztény, ki nem, tisztességes, becsületes ember legyen, és pláne nem számít, hogy mit mond magáról, hiszen a Fidesz is mindig azt mondja magáról, hogy keresztény, de egyáltalán nem keresztény. Valaki, aki halálbüntetést emlegett, egyáltalán nem keresztény. Halálbüntetés az a mi vallásunkkal ellentétes. Nos, talán megválaszoltam a kérdést, de nagyon szívesen beszélgetek erről, szigorúan elválasztva ennek a politikai és az erkölcsi oldalát, vagy a vallási és a politikai oldalát, tehát még egyszer, vagy jogi oldalát, szekularizált államban nem lehetnek ilyen szempontok is. Az teljesen más, hogy a vallás szerint éppen mit lehet megtenni, illetve az annásokkal. Például, hogy más nem mondjak, ugye a mi vallásunk szerint az abortusz az szigorúan tilos. Tehát az egy katolikus vallásban, ugye még ahol a fogamzás gátlásnak is rendkívül szigorú szabályai vannak, nálunk az abortusz az tilos. És a mi vallásunk szerint természetesen, sőt én szerintem magam szerint is ez egyébként gyilkosság. De én soha nem tiltanám be törvényileg, hanem megpróbálnék mindenkit lebeszélni arról, hogy ezt fogamzásgátlási eszközként kezelje és tekintse, mert nem az. Nem az. Tehát azt szeretnénk visszaszorítani. És a betiltással, meg egyszer az erkölcsi alapjával Lengyelországban, az Egyesült Államokban is, a többé én egyetértek, de ahol betiltották, minden esetben kiderült, hogy ez több negatív következménnyel járt, hogy édesanyák haltak meg egy tiltott abortuszok következtében például, hogy nagyon sok olyan gyermek megszületett, akinek utána nyomorúságos élete lett, egy bűnöző lett, és a többi szeretetlen családba született. Tehát nekünk azt gondolom, hogy más eszközökkel kell azt a szeretett közösséget létrehozni, amit a mi vallásunk egyébként nekünk diktál. Semmiképpen nem megkülönböztetéssel és előítéletekkel.